Üdvözlöm a heti heteknek a hallgatóit, a hetek podcast hallgatóit. Miközben lassan már mindenki azt várja, hogy Magyarországon végre újrainduljon ismét az élet, feloldódjanak a korlátozások, a médiában és a politikában egészen abszurd vita megy arról, hogy mennyien haltak meg valójában a COVID-járványban, és ezekkel a drámai adatokkal a világ más országaihoz képest hogyan állunk mi. Halálosabb volt-e nálunk a járvány, mint az európai átlag? Rosszabbnak tekinthető-e e szerint a védekezésünk, mint másutt? Mi az oka a magas számoknak? Most politikától mentesen, kizárólag szakmai oldalról megközelítve próbálunk a kattintásvadász szalag címek tengerében tiszta vizet önteni a pohárban, és ezért is köszöntöm most itt a vonalban Kovács Marcelt, a Központi Statisztikai Hivatalnak a főosztályvezetőjét. Köszöntöm! Jó napot kívánok! Magyarországon ugye most talán a fokozódó választási kampány miatt is, de egyre komolyabb politikai témává válik a COVID-járványnak a halálozási mutatói. Ha most csak szigorúan szakmai szempontból, statisztikailag nézzük, akkor állítható az, amit sok újságcikkben olvasunk, vagy a címekben, hogy él lovas Magyarország a COVID áldozatok számát tekintve? Igen, ez borzasztó, nem szeretem ezt a megközelítését ennek a témának, amikor rangsort állítunk fel, és akkor a dobogós helyezettekre kitüntetett figyelmet fordítunk. De nyilván, tehát, hogy ez elkerülhetetlen, amikor adatokkal dolgozunk, vagy adatokat vizsgálunk, és azokat megpróbáljuk összehasonlítani, főleg mondjuk egy ilyen nemzetközi viszonylatban, akkor valahogy rendet kell tenni, és nyilván ennek a legegyszerűbb módja, hogyha sorba rendezzük, és akkor ez alapján értékeljük a számokat. Nem tudom, egy kicsit ez most egy hosszabb beszélgetés, egy kicsit talán belemehetünk jobban a szakmai részébe, persze anélkül, hogy ez túlságosan szakmai és érthetetlen legyen. Tehát én szeretnék törekedni arra, hogy egyrészt, hogy világos legyen minden, másrészt meg hogy valamennyire érdekes is maradjon. De hogy azért talán érdemes lenne megközelíteni ezt az egészet egy picit távolabbról, tehát hogy milyen adatokról is beszélünk, amikor a járvány okozta halálozásokat értékeljük. Itt ugye két adat áll rendelkezésre per pillanat. Az egyik adat ugye azok a napi számok, amiket minden reggel olvasunk a hírekben, hogy az előző nap hányan vesztették életüket a járvány következtében. Ezek az adatok világszerte mindenhol szerintem elkészülnek. Ezeket az adatokat több nagy adatbázis is összesíti, és ezekből készülnek ugye ezek a kimutatások, amiben most, hát ugye Magyarország valóban elég rosszul áll. Nyilván ez most jól tudjuk, hogy pont abban az időszakban vagyunk, amikor a COVID a legjobban érint minket, nem csak minket egyébként, hanem ezt a régiót is. Úgyhogy aki nyomon követi egy ideje ezeket az adatbázisokat, vagy ezeknek az adatoknak az alakulását, az semmiképpen se érhette váratlanul, hogy ugye most ezek így alakulnak. Egyrészt ugye nagyon szuper, hogy rendelkezésre állnak az adatok. Persze nagyon fontos, hogy ismerjük a saját számainkat, és az is nagyon fontos, hogy el tudjuk helyezni ezeket a számokat egy ilyen nemzetközi viszonyrendszerben. Én emlékszem, hogy amikor a tavasszal elképesztően korán a Johns Hopkins Egyetem, igen, amerikai egyetem létrehozta ezt az adatbázist, és akkor mindenki ugye az ő térképüket nézte, és akkor ott már lehetett követni, hogy a fertőzések ugye hogyan, a világ melyik pontjain ugye ütik fel a fejüket, és hogyan tennek meg a halálozási adatokat is már lehetett követni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog volt, hogy ilyen gyorsan tudott reagálni, nem csak a Johns Hopkins Egyetem, hanem egyáltalán mindazok azok az egészségügyi rendszerek, amelyek ezeket az adatokat világszerte ugye hirtelen elő kellett, hogy állítsák. Ezek az adatok, ezek gyors
adatok. Nyilván a egyik napról a másikra kell közölni számokat, ráadásul ugye olyan összefüggésben, hogy a COVID vírus által ugye érintett halálozásokat jelentik mindenhol az egészségügyi rendszerek. Igen. Pont itt jön az egyik fő kérdés, ugye nyilván maga a válasz a biztos, hogy hosszabb meg árnyaltabb, de azért itt felmerül bennem egy kérdés, hogy ugye most mindenki jelent be adatokat, de azért az, hogy ennyire globálisan, egységesen van közölve egymás mellett adat és adat, azért az elvileg azt is igényelné, hogy mondjuk mindenki ugyanazzal a számítási móddal közölje be azokat az adatokat, különben felesleges lenne az összehasonlítgatás. Tehát biztosra lehet azt venni, hogy mondjuk egy német kórház ugyanazokat tekinti COVID elhunytnak, mint mondjuk egy magyar kórház. Van ilyen, hogy mondjam, számítási módszer, vagy mindenki által elfogadott módszertan, ami alapján tekintik a COVID halálozásokat COVID halálozásnak, és nem mondjuk valami másnak? Mert én azért hallottam olyanról is, hogy voltak országok, akik egy időre fel is függesztették az adatszolgáltatást. Hogy lehet biztosra menni abban, hogy mindenki a pont ugyanazt és ugyanúgy jelenti be? Igen, ez a fő probléma ezekkel a számokkal, hogy ugye olyan hirtelen jelentkezett ez a világméretű probléma, és erre a reakció egyrészt ugye az egészségügynek, mint egészségügyi ellátó rendszer kellett reagálni erre, plusz még ugye statisztikákat is előállítani, hogy nyilván erre nem volt se idő, se lehetőség, hogy olyan egységes módszertant alakítsanak ki nemzetközi szinten, ami egy megbízható összehasonlítást tenne lehetővé. Én statisztikus vagyok, én egy mérő ember vagyok, tehát én egy kicsit elnéző vagyok ebben a tekintetben, mert tudom, hogy egy ilyen mérést végrehajtani ilyen rendszerességgel, az egy rohadt nehéz feladat. Valószínűleg minden ország a saját szempontjai, lehetőségei, adatigényei mentén kezdte meg ezt a munkát, és egész biztos, hogy számtalan, sokféle módszertan, meg eljárásrend, meg nem tudom mi alapján készülnek ezek a számok. Azt gondolom, hogy elsődleges céljuk ezeknek a számok minden országban az, hogy saját maguk számára nyomon tudják követni azt, hogy a járványnak milyen fázisában vannak, egy felmenő fázisban, egy súlyos fázisban, vagy egy enyhülő fázisban, és ezek a számok, ezek szerintem erre tökéletes lehetőséget adnak, hogy egy országon lesz lehessen követni. Nyilván, amikor ezt össze kell hasonlítani más országok adataival, akkor már jelentkezik az a probléma, hogy hoppá, nem tudjuk, hogy ők úgy számolnak-e, mint ahogy mi számolunk. Az látszik, hogy nagyon különbözőképpen számolnak itt az országok. Tudna egyébként erre példákat mondani, hogy mondjuk egy-egy ország miben számol másképp, mint mondjuk mi? Az érdekes, hogy én legalábbis, mondjuk ez nem az én szakterületem, tehát ezek az egészségügyből érkező számok, ezek nem a hivatalos statisztika számai, de én igazából nem ismerem ezeket a módszertanokat, és az a sok-sok cikk és tanulmány, ami megjelenik a témában, valahogy nekem úgy tűnik, hogy nincs erről olyan átfogó ismeret. Ezek a nagy adatbázisok egyébként nagyon korrektek abból a szempontból, hogyha az ember megnézi a módszertani megjegyzéseket, akkor nagyon korrektül ezek a problémák, ezek fel vannak sorolva, tehát hogy ezeknek a számoknak az értelmezése és az összehasonlítása csak milyen korlátokkal tehető meg, és egyébként én ezt az újságcikkekből is azt látom, hogy ezekkel a korlátokkal már úgy mindenki megismerkedett és megbarátkozott, tehát hogy mindenki tudja, hogy ezeket nem lehet készpénznek venni, ezeket a számokat, illetve lehet ezeket használni, csak bizonyos korlátokkal. Uh-huh. Ami biztos, vagy hát ami erősíti ezt a félelmet bennem is például, tehát hogy ezeket csak mértékkel lehet összehasonlítani, az az, hogyha a statisztikai hivataloknak a számait figyelem,
ami viszont kifejezetten az én szakterületem, úgyhogy nekem a feladatom egyrészt előállítani, másrészt meg nyomon követni külföldön is, ami pedig a halálozások száma. Tehát általánosságban. Általánosságban. Ugye ez egy statisztikai mutató, egy alapvető demográfiai adat, amit a statisztikai hivatalok az idő kezdete óta mindenhol számolnak. Nagyon egyszerűen mondva, ugye minden elhunytat meg kell számolni, strigulát kell húzni, és ott ugye ilyen ellentmondás nem igen van, tehát az teljesen egyszerű feladat. Az viszonylag egzakt adat, hogy most ki hal meg, ez az, hogy mibe hal meg, az bonyolultam. Igen, majd arról is fogunk beszélni egy kicsit később, de így van. Tehát, hogy az, hogy hányan haltak meg, az ahogy ön is mondja, az egy egzakt adat, és a statisztikai hivatalok ugye erre vannak berendezkedve már nagyon-nagyon régóta, hogy például ezt is ugye nyomon kövessék és számolják. Ami persze ebbe is hozott változást a járvány, mert hogy az egész életünket ugye felfordította, úgyhogy például a halálozások számításában fel kellett kicsit pörgetni. Rendben van, hogy a statisztikai hivatalok ezt számolják, na de hát az nem volt elég, ahogy eddig számolták, és ahogy eddig közzétették ezeket az adatokat, mert nagyon felpörgött az adatigény, mindenki szerette volna látni éppen összefüggésben, ugye a COVID halálozásokról közölt számokkal összevetésben is szerették volna látni az emberek, hogy és mennyien haltak meg összesen. Mert én is azt gondolom, hogy ez a két szám egymás mellett sokkal többet mond, mint a COVID halálozások önmagukban. Igen, én emlékszem is egyébként a tavaly tavaszi, illetve őszi időszakra, hogy ott kifejezetten várták is az emberek magának a többlet halálozásnak a tényét, vagy adatait, pont amiatt, hogy esetleg a saját kormányuk elhallgatja-e adott esetben azt, hogy hányan hunytak el COVID-ban, mert ugye az részben a védekezésnek a sikerességét is ugye sokan próbálják abban mérni, hogy mennyien hújnak el egy országba, de nyilván ez egy rettenetesen árnyalt dolog, mert nem mindegyik országot ugyanazzal az intenzitással, ugyanaz a helyzet fogad, mindegyik országnak más az egészségügyi rendszere, egészségügyi állapota, a korfája, stb. Nyilván ez egy iszonyú bonyolult sztori, és talán valamennyivel tisztában fogunk ezzel kapcsolatban látni, de arra emlékszem egyébként, hogy tavaly kifejezetten ezt várta nagyon sok ember, hogy jöjjenek ki a többlethalálozási, vagy csak úgy általánosságban a halálozási mutatók, mert akkor azzal összevetve ott már nem nagyon lehet hol csalni, úgymond most itt kommunikáció szintjén, mert nyilván egy módszerrel kiszámolják, hogy kit tekintenek COVID áldozatnak és kit nem. Ugye nagyon sok esetben a túloldal meg azt mondta, aki nem többlethalálozást várt, hanem mást, hogy igazából mindenkit COVID áldozatnak mondanak, az is, aki amúgy is elhunyt volna. Nyilván ebben ez a halálozási mutató azért egy kicsit tisztább képet ad. Így van. Amikor a KSH elkezdte a heti halálozási adatokat közölni, az tavaly májusban volt, és szinte ugyanakkor az Eurostatnak is kezdtük ezeket a heti adatokat átadni. Azt kell, hogy mondjam, hogy akkor nem kísérte olyan nagy érdeklődés ezeket a számokat egyébként, mint ahogy mi vártuk. De ugye ez nem is véletlen, hiszen most már azért visszatekintve lehet látni, hogy az első hullám az Magyarországon egészen minimális többlethalálozással járt. Tehát, hogy akkor ennek még nem volt olyan keletje, a KSH azért a járvány közben jelentkező igényekre gyorsan próbált reagálni, mert szinte ezzel egy időben elindítottunk egy KSH heti monitor című alatt összeállítást, amiben hetente nem csak a demográfia, de a munkaerőpiac, a gazdaság különböző területeinek az adatait közzétettük, és azóta is minden héten közzétesszük, pont amiatt, hogy a járvány hatását lehessen valamennyire követni. Úgyhogy amit ön is mond, ez teljesen érthető volt, és mi számítottunk is erre az igényre, és igazából azért az év végére, tehát amikor ezek az éves adatok már összegyűltek, akkor az meg tényleg egy
egy biztos képet adott, vagy ad arról, hogy ugye milyen halálozási többlet következett itt be tavaly, de szeretném hangsúlyozni, ugye, hogy mi a statisztikában általában éves összesítésekben fogalmazunk, de ezek az adatok, ezek azért érhetők el heti bontásban, hogy akár heti bontásban is összevethetők legyenek, például az NNK-nak a napi COVID-halálozási adataival. Úgyhogy mindebből az év végén azért az már látszódott, hogy Magyarországon az NNK által jelentett COVID-halálozási adatok azért egész nagy arányban lefedik azt a halálozási töbletet. Ugye mi a halálozási többlet? Hát amikor egy időszaknak a halálozási számát összevetjük egy korábbi időszaknak az adatával, és akkor látjuk, hogy mennyivel lett több, vagy akár kevesebb. Ugye nyilván ez a tavalyi évben ez szinte mindenhol ugye egy növekedés volt, és nyilván mindenkinek az elvárása, vagy azt várja, vagy úgy gondolkodik, hogy az a többlet, ami keletkezett, az akkor a COVID járvány számlájára írható. Egyébként Európában ez úgy alakult, ez a dolog, hogy körülbelül olyan 70%-a a halálozási többletnek, ami a COVID adatokból, tehát a napi COVID adatokból összejön, és azért Magyarországon ez 80% feletti volt. Tehát, hogy azt akarom csak ezzel mondani, hogy azért a magyarországi COVID adatok valószínűleg, hogy egész jó, vagy hát ugye ilyen közelítésben azért lefedik a többletet. Csak összehasonlításképpen mondom, hogy egy csomó országban, ahol más volt a COVID halálozási adatoknak a módszertana, vagy a gyakorlata, hogy előállították ezeket a számokat, ugye ott is egy idő után lehetett értékelni és látni azt, hogy mit tudom én, Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban, Észtországban, Szlovákiában a halálozási többlet, az előző évhez számított halálozási többletnek az 50%-át sem tették le. Ez egyébként minősíti a COVID halálozás módszertanát is? Tehát, hogy ilyenkor le lehet leplezni mondjuk egy számítási, hogy mondjam, sunyiságot, vagy hogy nem, rejtegetés, vagy ez csak egy ilyen annyi, hogy máshogy számolja X, és máshogy számolja Y. Mert ugye azért kérdezem ezt, mert ugye végtőre is egy átlagpolgár mégiscsak azt keresi, hogy akkor az ő országában rosszabb a helyzet, mint máshogy, vagy sem. Mert ugye felelősöket is keres legyen ez a társadalom, vagy politika. Jó, hát azért én inkább úgy fogalmaznék, ahogy korábban is mondtam, tehát hogy ez a két szám szerintem együtt egy jó mutatója ennek az adatnak, és nem feltételezek sunyiságot, vagy nem tudom ilyesmit, hanem inkább mondom, mint mérőember, aki nap mint nap találkozik a statisztikák előállításának a nehézségeivel, tehát én simán el tudom képzelni, hogy nem tudom, egy szlovák, egy nem tudom milyen lengyel egészségügyi rendszer, az úgy épül fel, hogy ezeket a COVID halálozásokat így tudták kimutatni. Ugye mindenhol nyilvánosak a többlet halálozási adatok is, tehát azt gondolom, hogy senki sem feltételezi, hogy megúsznák adott esetben, és ez szándékosan lenne tehát, mögött, mert úgy is kiderül. Így van, tehát hogy ezt mindenhol azért követik. Ahhoz, hogy értelmezni lehessen ezeket az adatokat, én azt mondom, hogy nem árt összevetni a halálozási többlet számaival, mert abból lehet valami okosabbat kisütni, még akkor is, hogyha, ugye arra is szeretném azért felhívni a figyelmet, hogy a halálozási többlet mutató azért az is egy magyarázatot igényel, mert ugye most azt mondjuk, hogy a 20 évi adatok így alakultak a 19 évi adatokhoz képest, de hát az majd egy további kutatások, illetve további adatelőállítás kell ahhoz, hogy pontosan megmondjuk, hogy akkor a COVID halálozás mennyi is volt, mert ugye készülnek majd hivatalos statisztikák a halálokokra vonatkozóan. Pont erre gondoltam egyébként, mert ugye azért az egész
hogy mondjam, felborult szituációnak sok más szituáció, vagy hogy sok más eleme is volt. Gondolok itt például arra, hogy nemrégen interjúztam a mentőszolgálatnak a vezetőjével, és ő mondta azt, hogy a saját számításaik szerint például az autóbalesetben elhunytak, vagy kórházba kerülők száma rettenet mód bezuhant, mármint nem rettenet, hanem fantasztikus dolog, hogy sokkal kevesebb ember halt meg az utakon, pontosan azért, mert a kijárási korlátozások miatt kevesebben is utaztak. Viszont például maga a stresszes környezet, meg a mentális betegségekből adódó adott esetben halálozásokat, vagy ilyen jellegű mondjuk szívproblémákat viszont megdobta. Tehát érdekes módon nem csak a, hogy mondjam, a COVID vírusra adott pozitív vagy negatív teszteket érdemes ide bekalkulálni, hanem gondolom azt is, hogy az összes általános halálozási trendet megbolygatta ez az egész helyzet, a lezárásoktól kezdve a stresszes dolgokon át, az egészségügyi rendszer túlterheltségen keresztül, gondolom sok mindenre, amit most még nem lehet megbecsülni. Így van, úgyhogy ez egész biztos, hogy nagyon okos embereknek, kutatóknak rengeteg munkát fog adni ez a dolog a későbbiekben, hogy ugye pontos elemzések készülhessenek arról, hogy a COVID-járványnak milyen volt a hatása, akár csak a halálozások tekintetében. Ugye ehhez majd az kell, hogy a KSH-nak elkészüljenek a haláloki statisztikái. Ami, ez mikorra várható pedig, egyébként kb.? Hát ez a nyár folyamán. Uh-huh. Azért ez egy hosszabb feladat. Itt a halottvizsgálati bizonyítványoknak a feldolgozása történik. Uh-huh. Ez csak, hogy érzékeltessem, hogy ebből majd mikor fogunk tudni egyébként nemzetközi összehasonlításokat látni. Az Eurostatnak a szóló kötelezettség az adat átadásra ebben a tekintetben 24 hónapot ír elő, tehát a tavalyi évet követően 2 év múlva fogja az Eurostat összesíteni. A tagországoknak a fele, köztük Magyarország valamikor még korábban vállalta, hogy másfél évvel a tárgyi után adja át ezeket az adatokat, de így is ugye ez nagyon messze van. Nyilván a hazai adatközlés az ennél sokkal hamarabb fog megtörténni, de ahhoz, hogy nemzetközi összehasonlításba tudjuk értékelni ezeket a számokat, az azért még odébb van pont amiatt, mert hogy ez mindenhol egy nagyon munkaigényes feldolgozás, statisztikai feldolgozási feladat. De ugye akkor lesz majd az, amikor egyébként a WHO-nak van egy nagyon bonyolult szabályrendszere, ami alapján a halottvizsgálati bizonyítványra, ugye az orvos, aki kitölti a halottvizsgálati bizonyítványt, ő ott felsorolja azokat a betegségeket, amik a halálozáshoz vezettek, meg a kísérő betegségeket is, és akkor van egy szabályrendszer, ami ez alapján kiválasztja azt a statisztikába bekerülő halálokat, ami annál a halálozási esetnél ugye kiválasztásra kerül, de hogy ezt Magyarországon már hamarabb fogjuk látni, a nemzetközi összehasonlításban ez még csak sokára lesz, de ugye ettől várjuk majd azt, hogy ez, mivel egy WHO által bevezetett egységes feldolgozási rendszer szerint történik, hogy ezek lesznek majd azok az igazából összehasonlítható számok, amiket majd valójában érdemes lesz kutatni, vagy amik majd pontot tesznek ezeknek a kérdéseknek a végére remélhetően. Ha csak a többlet halálozásokat nézzük, tehát a halálozási mutatókat, amiket ugye az Eurostat és önök is már kihoztak, akkor Magyarország európai viszonylatban hol helyezkedik el? Hát először mondanám a tavalyi évet, jó? Aztán majd átérhetünk az idei évre is, mert nyilván nem közömbös, hogy most hogyan alakulnak ezek a számok. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi évet minden nehézség ellenére azért Magyarország elég szerencsésen vészelte át, mert az uniós átlagban 11-12%-os halálozási többlet jelentkezett 2019-hez képest éves szinten, és Magyarországon ez 8,7% növekmény volt, tehát jóval az átlag alatti
Nem akarom, nem akarok mondani, hogy ez anyadik a sorban, mert mondom, ezt nem szeretem, de az átlagnál jóval alacsonyabb volt nálunk a növekedés. Nyilván ebből benne van az, hogy az első hullám alig érintette Magyarországot, és a második hullám volt az, ahol egyébként a jelentős növekedés történt, mert ott viszont egy 30% feletti növekedés volt, hogyha a szeptembertől idén januárig tartó időszakot, amit általában a második hullámnak szoktak beazonosítani, hogyha azt az időszakot nézzük. És akkor csak a második hullám időszakát nézzük, akkor az már átlag feletti lenne egyébként? Hát azért a második hullám az átlag feletti volt, de semmiképpen sem a legrosszabb Európában, mert azért itt a régiónkban azt érdekes látni egyébként, hogy mennyire hasonlóan működik. Egyébként demográfiai szempontból az egy régi mondás, hogy az Elbától keletre megy nyugatra, hogy hasonlóságok vannak a népességeknek a demográfiai jellemzőiben, és egy kicsit ez most itt a Covid kapcsán is látszik, mert hogy ez a régió kicsit ugyanúgy viselkedik. Ahogy ugye az első hullámot ezek az országok azért komolyabb veszteség nélkül részelték át, nagyon szerencsésen, azért a második hullám nagyon érzékenyen érintette ezeket az országokat, és a miénknél jóval nagyobb halálozási többlet következett be Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Bulgáriában, tehát hogy ezek a Románia is magasabb volt, tehát hogy ezek az országok azért hasonlóan működnek, és amikor én azt látom, hogy a Covid számokban mondjuk most a Csehországhoz képest, ugye itt a lakosság, az is nagyon fontos egyébként, hogy itt a lakosság arányos számokról beszélünk, és azért eleinte ezzel kapcsolatban voltak nekem aggályaim, mert sok olyan cikket olvastam, ahol ezt nem vették figyelembe, aztán egy jó ideje persze, már mindenki így értelmezi ezeket az adatokat, mert nyilván egy napi halálozási adat egész más jelent Montenegróban, igen, vagy Spanyolországban. Úgyhogy most, hogy nem tudom, Csehország és Magyarország váltakozik az élet, most a elmúlt, nem tudom, egy hétben a Covid halálozási ranglistán, vagy nem is tudom, hogy nevezem ezt. Tehát ott azért lehet látni, hogy a régiónkból azért ott vannak az országok, most tök mindegy, hogy első, második vagy harmadik, tehát hogy ezek az országok ott is együtt mozognak, és a többlethalálozásban is ugye együtt mozognak, úgyhogy ezért érdemes szerintem ezeket a számokat együtt kezelni. Uh-huh. És amíg mondjuk egy tavalyi összehasonlítást nézünk Európában, ahol azért az első hullám által nagyon érzékenyen érintett országok végeztek az év végén, és vagy náluk volt a legmagasabb a többlethalálozás, gondolok itt Spanyolországra, Olaszországra, Belgiumra, és a második hullámban a kelet-európai országok ezután következtek csak. Ugye, hogyha kifejezetten a második hullámot nézem, akkor ott viszont az látszik, hogy az első hullámban ugye komoly veszteségeket elfenyvelő országok, meg ott már kevésbé voltak érintettek. Hát nyilván ez gondolom ilyen járványmechanika, vagy járványelemzés kérdése is, vagy metodika, nem is tudom, hogy kell ezt jól szakszóval mondani, de hogy hogyan működik a járvány terjedése, meg a hullámok egymás utánisága, vagy ugye itt annyira komplex annak a vizsgálata, hogy most minek tudható be, hogy az egyiket előbb komolyabban érintette, a másikat meg másodjára érinti komolyan. Most gondoljunk bele például Olaszországban a bergámói esetre, ami még tavaly tavasszal ugye mindenkit egy kicsit így sokkolt, akkor lehetett először érezni, hogy ez a járvány azért komoly dolog. Hát senki nem gondolja, hogy Bergámóban rettenetesen rossz járványkezelés lett volna, vagy minősítene bármit az ottani helyzet, és így ezért gondolható az is, hogy
hogy akik az első hullámban nagyon érzékenyen megszenvedték, azok gondolom nyilván tanultak is a tapasztalatokból, de nyilván itt egymástól is tanultak az országok. Tehát gondolom a járványnak a terjedése sem teljesen kikövetkeztethető, meg lekövethető. Így van, ez egész biztos, és egyébként meg az is érdekes, hogy most, hogyha itt a harmadik hullámról beszélünk, tehát az idei adatokat nézzük, akkor is az látszik egyébként, hogy ezek a régiónkba tartozó országok azok, ahol a harmadik hullám is a legerősebben jelentkezett, mert talán a nyugat-európai országok közül Portugália még az, ahol elég magasak az idei számok, de egyébként pedig kifejezetten a régió, tehát Szlovákia, Csehország, Lengyelország, a balti országok, Bulgária, ezek azok, amiket most érint a járvány, akár a COVID halálozási napi számokat nézem, akár pedig a statisztikai hivataloknak a halálozási többlet adatait. Uh-huh. Általánosságban egyébként, ha most eltekintünk attól, hogy most a harmadik hullámban nagyon éllovas az egész régió, hogy amúgy világviszonylatban, vagy európai viszonylatban, ha most mondjuk 2019-től lefele nézem, akkor lakosság arányosan mennyire magas a halálozási mutató Magyarországon? Tehát mihez képest nézem én azt, hogy most több lett halálozás? Nyilván az sem teljesen mindegy. Hát azért az, hogy a tavalyi évben 11 ezerrel többen haltak meg, mint egy évvel korábban. Ugye nem is tudom viszonyításként mit mondjak, a nagyon súlyos influenza járványokat szokták felemlegetni. Legutóbb 2017-ben volt egy erős influenza járvány. Tehát amikor mondjuk Magyarországot egy influenza járvány nagyon erősen érintette, az is azt jelentette, hogy 4000-5000 körüli többlet halálozás történt. Mm. Tehát, hogyha ezzel összefüggésben nézem, akkor azért látszik, hogy ez egy tényleg egy egészen más fajta veszedelem, és egy sokkal nagyobb veszély a koronavírus. Most én itt főleg inkább arra gondolok, hogy az ország általánosságban az egészségügyi állapotát is tudja mutatni, a társadalom előregedését is tudja mutatni, vagy nem tudom, a túlsúlyosságnak a számát, szívbetegségek, cukorbetegség, ilyesmi jelleg. Ugye nyilván az, hogy most európai viszonylatban mennyire egészséges, vagy halandó a magyar ember, nyilván ez sem teljesen mindegy akkor, amikor egy ilyen fokozott veszély vagy támadás alatt van az ország. Igen, hát az, hogy itt a régió mennyire hasonlóan viselkedik, nyilván közrejátszik az is, hogy azért itt demográfiailag is azért elég hasonló a helyzet. Tehát amit említett is, hogy igen, van egy csomó egészségi problémánk. Ugye vannak a közismert, hogy a érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, ugye nagyon rosszul állunk, kifejezetten rosszul áll Magyarország ezeknek a betegségeknek a tekintetében. Az elhízás egy probléma, akkor mindenhol probléma, ugye a fizikai aktivitásnak a hiánya, a mozgásszegény életmód. Jön még ehhez a dohányzás, az alkoholfogyasztás, tehát hogy ezeket azért ismerjük, ezeket mindig halljuk, hogy ezek a problémák vannak. Nem is tudom ezt statisztikai nyelvre lefordítani, talán a legegyértelműbb és látványosabb, hogyha a várható, születéskor várható élettartamot hasonlítjuk össze, mondjuk az európai országok között, ahol ugye az a helyzet, hogy Magyarországon most egy olyan, nem tudom, 76 év körüli a várható élettartam, az EU-ban az átlag meg 80 fölött van. És azt kell, hogy mondjam, hogy a miénk ugye egy nem erős, semmiképpen sem erős adat, de hogy nálunk vannak rosszabb országok, és ezek az országok meg megint csak, amikről beszéltünk, tehát Bulgária, Románia, a balti államok, kicsit Lengyelország,
kicsit Csehország, úgyhogy ahol a várható élettartam nem olyan magas, nem éri el az európai átlagot. Nyilván összefüggésben van ez az egészségi állapottal, ami meg egy olyan kitettség a járvány szempontjából, a COVID-fertőzés szempontjából, ami nyilván hozzájárul itt a halálozási eredményekhez is. Az érdekes egyébként, hogy ugye, ha visszagondolunk arra, hogy nem tudom, még egy évvel ezelőtt, tehát amikor jöttek az első olasz adatok, utána a spanyol adatok, és akkor itt a korcsoportos adatokat vizsgáltuk mi, itt a KSH-ban, vagy hát azokat is, persze nagy erőkkel, és ugye az látszott, hogy ott egy magasabb volt az a veszélyeztetett korcsoport, akit a fertőzés érintett, meg akik elsősorban, meg utána akiket a halálozások is érintettek, de hát nyilván ez pedig amiatt van, igazából nagyon komoly, nagyon súlyos halálozási mutatók voltak ott tavaly tavasszal, függetlenül attól, hogy egy egészségileg várható élettartamot tekintve egy sokkal jobb helyzetben élő népesség találkozott a járvánnyal, csak az történt, hogy amíg ott egy 80 év körüli korcsoport volt az, amelyik elsőként meg legnagyobb mértékben áldozatává vált a járványnak, addig például ugye Magyarországon egy 65 év feletti egy fiatalabb korcsoport, de nem azért, mert hogy Magyarországon valamiért a legidősebbeket nem érintette, hanem azért, mert hogy Magyarországon kevesebben vannak azok az idősek, akik a nyugati országokban ugye sokkal nagyobb létszámban vannak jelen, és ezért sokkal nagyobb számban estek áldozatul a COVID-járványnak. Most így picit lekerékítve a beszélgetés, bár nagyon hosszan lehetne még beszélgetni, mert rendkívül izgalmas minden szinten az, hogy milyen adatok jönnek be, és a statisztikai összehasonlítások hogyan működnek. Nyilván itt azért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nyilván itt nem csak számokról van szó, hanem emberilletekről is, egy emberilletnek az elvesztése is rettenetes tragédia, tehát nem a beszélgetés során nem azt szerettük most itt volna itt felhívni a figyelmet, hogy itt számháború zajlik, talán pont az ellen is beszélünk, hogy az ember ne a hangzatos rangsorokat állítson föl, hanem pontosan inkább árnyalja az, hogy mi miért történik, és ezt majd később lehet igazán lemondni ennek a tanulságait. De még egy utolsó kérdésem azért lenne itt a beszélgetés lezárásaként, hogy azok a hallgatók, akik azért szeretik ezeket az adatokat követni, meg fontosnak tartják, mire érdemes, hogy összegeznénk minden, ami elhangzott, figyelni, amikor látjuk akár a KSH heti adatait, akár a COVID halálozások adatait, vagy akár a hangzatos szalagcímeket az online sajtóban, közösségi oldalakon. Hogyan érdemes ezeket megemészteni, ezeket az adatokat? Mire kell figyelni? Én azt szeretném hangsúlyozni, amit a korábban is mondtam, hogy tehát érdemes minél többféle adatot, most itt jelen esetben ugye vannak a napi, minden reggel bejelentett halálozási adatok, azokat együtt nézni a KSH által közölt adatokkal. Ha pedig valaki nemzetközi összehasonlításra kíváncsi, akkor az Eurostat is közli ezeket az országoktól beérkező halálozási számokat, heti halálozási számokat, és az egy érdekes dolog, egyébként akkor még egy kis szakmai tartalmat itt hadd vigyek bele, hogy aki viszont az Eurostat oldalán követi ezeket a számokat, azért ő fogja látni, meg erre fel is írnám a figyelmet, hogy ezek előzetes adatok, és sokat változnak. Plusz, amire érdemes odafigyelni, hogy a statisztikai hivatalok nagyon komoly munkát fektettek abban mindenhol, hogy az Eurostat számára ezeket a heti adatokat közöljék, de azért az jól látszik, hogy nem minden ország tud lépést tartani az adatigényeket, tehát van több országban egy kisebb néhány hetes elmaradás van, van, ahol több hét adatát utána egyben közlik, tehát hogy nem hétről hétre nyomon követhető ez a dolog. Úgyhogy egy kicsit, mivel én sokat dolgozom azzal az adatbázissal, lehet, hogy ezért is számomra ez különösen fontos, de lehet, hogy ugye most nagyon sokan érdeklődnek ezek után a számok után,
szerintem a KSH számai, az NNK számai, a Johns Hopkins Egyetemnek az adatbázisa és az Eurostat adatbázisa, igazából ebből mindenki, akit ez persze ilyen behatóan érdekel, mindenki azért elég komoly számításokat és következtetéseket tud levonni, és én egyébként a sajtóban is azt látom egyébként, hogy azért most már nagyon, nagyon komoly és nagyon tájékozott írások jelennek meg, és azért mostanra már mindenki tisztában van azzal, hogy ezeknek a számoknak milyen korlátai lehetnek, és én mindig, amikor olvasok egy ilyen cikket ebben a témában, függetlenül attól, hogy mennyire elborzaszt esetleg a cikknek a címe, mert nyilván ott mindig nagyon hangzatos és figyelemfelkeltő és kicsit ilyen kihívó címeket adnak ezeknek az írásoknak, de azért én nagy örömmel figyelem azt, hogy nagyon sok újságíró kifejezetten felhívja a figyelmet az adatok felhasználásának a korlátaira, ami nekem meg azt üzeni, hogy azért itt most már egyre többen tisztában vannak, hogy kell ezeket az adatokat értelmezni. Hát nagyon köszönöm, remélem egyébként az, hogy most így, hogy a politikai választási kampánynak az éve jön, és azért főleg ilyen drámai helyzetben sokszor elhangzanak akár felelőtlen mondatok is, nagyon remélem, hogy a politikusok is kellő felelősséggel fogják egymás nyakába olvasni ezeket az adatokat. Hát és a legfőképpen nyilván azt reméljük, hogy sikeres lesz a védekezés, és ezek a halálozási mutatók tényleg teljesen el tudnak laposodni, ahogy a korlátozó intézkedéseket lassan feloldják, reménykedjünk a legjobbakban. Nagyon köszönöm, ennyi fél bele most a podcast adásunkban. Kovács Marcelnek, a Központi Statisztikai Hivatalnak a főosztályvezetőjével beszélgettem arról, hogy vajon tényleg igaz-e, hogy teljes éllovas Magyarország a COVID halálozási mutatókban, mennyire megalapozottak ezek a szalagcímek. Egyáltalán hogyan értelmezzük azokat az adatokat, amik minden csatornán ránk ömlenek. Szerintem azért sikerült egy rendkívül árnyalt képet adni, meg legalább egy módszertant ajánlani a kedves hallgatóknak ahhoz, hogy hogyan értelmezik ezeket az adatokat. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Nagyon köszönöm, és a kedves hallgatóknak is.